Sziasztok, én Iza 16 vagyok, és ahogy mondtam, rögtön folytatjuk, vagyis ahogy leírtam a leírásba, hogy ebből rögtön lesz folytatás. Igen, még mindig Porsche skinével vagyok, mert nem cseréltem skint a előző rész óta. Meg egyébként is páran mondták nekem, hogy tetszik nekik ez a skin, és legyek benne következő részben is. Mondom, oké, leszek, ha akarjátok. Jó rész! De nevér. De nevér. Na, puty, redstone fákját is tudnánk csinálni, de jó. Csak az a baj, hogy kitalálni ebből a mindenből egy kicsit nehéz lesz. Lehet, hogy csak egyszerűen föl fogok ásni. Aztán megnézem, hol jutunk ki. De szintén olyan hely, tudjátok, ahol bejöttünk a barlangba, de csak két utat látok. Itt egy kis lávával. Milyen mély ez a láva? Ja, ilyen mély. Most olyat csinálok, amit ti ne csináljatok. Úgy. Körülnézek. Körülnézek. Jaj. Opa. Oké. Igen, csinálunk shoulderből utat. Ott volt egy frint. Na mindegy. Már van frintes spiritünk, szóval az most nem kell. Gondoltam. Hát ez csak ilyen lávató. Egyszerűen nincsen diamond. Pedig ilyen szint 11-es szinten már van. Szokott lenni. Én most így lávázok, úgymond. Nem tudom sehova letenni a sódert, tehát ez milyen már. Arra elnézek, hogy van-e valami. Azt akarom, hogy fogyjon el a sóderem. Így né. Olala, jó helynek tűnik. Így. Ó. Ezt nem értem, hogy mit keres itt fű. Értitek, miért? Iszi, arrany, végre valami más. Vason kívül valami más. Csak ne le... Ah, lapist is találtunk még. Az jó. De gyémánt, az sehol. Az sehol. Ó, jó sok aranyat találtam. Találtunk. Nem tudom, miért mondom mindig többes számba, de szerintem az nektek tetszik, ha többes számba mondom, mert az olyan, hogy ti is velem vagytok. Az a jó, hogy a lapistól jó sok, hát nem sok, de kapunk XP-t, ami jó. Azt, amilyen környéken vagyunk emberek, hát itt majd föl kell ásni, ez nem lesz olyan egyszerű visszajutni. Nagyon nagy utat bejártunk, értitek? Egyébként videón kívül nem nagyon játszok igazából ebben a világban videón kívül nem játszok. Mert én úgy döntöttem, hogy ebben nem játszok videón kívül, hogy lássátok, hogy mit, hogyan csinálok. Redstone. Az a baj, hogy nagyon sok redstone-unk van már inventoringban. 19. Hát, majd ha kell redstone, akkor lejövünk, most nem kell. Csak a feljutás egy kicsit nehezebb lesz. Júj, sötét. Lalalala. Ó, hát itt nem igaz, hogy nem találunk egy darab gyémántot se. Igazából nekem a gyémánt az nem gyémántsárkányra vagy páncélra kéne, hanem enchantért ez. És ahhoz úgy tudom, hogy kettő gyémántka kell. Igen, erre már jártunk. Erány! Én azért örülök, nem látok. Én azért örülök, ha... Találok aranyat, mert tudjátok, aranyalma, meg a arany az a valamelyik potihoz aranyrépát kell csinálni, meg ilyesmik, tudjátok, ilyesmik.
Most én szerintem a következő részben én majd így potikat fogok csinálni. Vagyis azt tervezem, hogy én azt fogom csinálni. Igazából... Ja. Egyébként nagyon meglepődtem a nézők túlélőinek a következő részére, mert mostanában nagyon sokan elkezdtétek nézni azt a sorozatomat, de nem tudom miért. Olyan jó. Valamikor meg alig néztétek meg. Semmi. Semmi. Néha nekem van olyan érzésem, mintha valaki helyettem kibányászna a gyémántot, és csak ilyen helyeket hagyna maga után, de nem. Itt van egy lyuksi. Egy nagyon érdekes lyuksi. Mondjuk fölfelé vezet, az mondjuk igaz, de furcsa. Júj, nem látok. Jó. Azt a mindenit. Nagyon sokféle út van, értitek? Ez nagyon sok. Hogy fogunk majd feljutni egyáltalán? Inkább lejjebb megyek, mert ezen a szinten nem lesz gyémánt. Én most nagyon gőzerővel gyémántot próbálok keresni nektek, de csak kettő gyémántka kell. Valaki, tudjátok is, akkor valaki beszól, hogy Iza, ha már be van kapcsolva a bőrmesztered, akkor miért nem adóz be magadnak? Itt van bekapcsolva, hogy ha valami olyasmi történik, akkor értitek. Jó, őszintén megmondom nektek, hogy nekem azért van bekapcsolva a World Master, mert ha be van kapcsolva, nem veszítem el a cuccaimat halál után. Szóval ha meghalom, nem veszítem el a cuccaimat, és ezért van bekapcsolva mindig a World Master. Ennyi. Ennyi a titok. Na, hogy ne veszítsem el a cuccokat. Júj. Aha. Mostanában azért haladok visszafelé, hát ha van még olyan hely, amit nem néztem meg. Júj! De már rájöttem egyébként, ahogy megnéztem az előző részt, rájöttem, hogy a sóder mitől hullik. A fákját, ahogy a kezembe tartom, abban van a bibi. Aj, most ezen a... Figyeljetek, most vágok egyet, ameddig ezen a vizen felúszok, mert ez nagyon lassú folyamat lesz felfelé a vizen. Nézzük, képzeljétek el, olyan hülye vagyok. Ahogy úsztam fel ezen a laposka vizen, észrevettem valamit, ahogy letettem egy fáklyát. Nézzétek, mi van a vízben! Nézzétek! Gyémánt! Én meg végigjártam az egész barlangot, mindenhol, minden kis lyuksiba belenéztem, és itt van a gyémánt a víz alatt. Hát, hogy az Isten megáld! Hát ezt nem hiszem el. Volt a talpam alatt. Na mindegy, találtunk gyémántot, az a lényeg, és 13-asak lettünk. 5 gyémánt, az király. Az is nagyon jó az 5 gyémánt, mert akkor van enchantéltre is gyémántunk, meg csákányra is van gyémántunk. Most szerintem ebbe a részbe még így felmászok már, szóval megkeresem, merre kell fölfele menni. Biztos nem erre. Ti nem látjátok, amit én, ugye? Nem tudjátok, mire gondolok, de fura. Minecraft mostanában. Jó, erre kell fölmenni. Próbálok minél előbb felélni. Azt hittem, hogy lap is van itt. Jó. Hát
Értitek, ott volt a gyémánt az órunk előtt. Majd arra is el kéne nézni. Hát mondjuk erre annyira nincs érdekes. De majd arra is elnézek. Lehet, hogy videón kívül majd. De most az a lényeg, hogy ebben a részben szerintem én még gyorsan hazaszaladok. Jaj, egyébként amire... miért van itt ilyen sötét? Ja, már éjszaka van. Jó van. Majd nekem nincsen éjszaka hazafelé kedvem menni. Bocsánat nézők, csinálok nappalt, mert egyszerűen én nem szeretek éjszaka hazamenni. Meg visszaállítom a mobot is, hogy ne csaljunk. Csak érted, bányászni úgy, hogy a creeper mögéd robban, hogy nem túl kellemes. Egyébként ezen a bárányon gondolkodtam. Itt egy picit a hén, de cuki vagy. Jó. Egyébként olyan fura a pici állatoknál, hogy ilyen nagyon nagy a fejük, de... A testük meg ilyen kicsik. Na. De miért nem találnak ki baby mobokat? Érted, van baby zombi, akkor miért nincs baby enderman, meg baby skeleton, meg... Meg... miért nincsen mondjuk... Baby slime mondjuk van. Miért nincs baby ghost, vagy baby blaze, vagy vagy bármilyen baba mob. De itt egy tehén nekünk kell. Viszont mondjuk miért nem találják ki a az milyen aranyos lenne már, amire én gondoltam. A baby endermanra gondolok. Tudjátok, ilyen picike enderman, ilyen tök vékony a teste, és feje meg ilyen nagyon nagy, és akkor így ilyen, csak ilyen piciket teleportálna, meg ilyen fél életeket sebezne, és tök aranyos lenne. Nem, a pici enderman az olyan lenne, hogy nyugodtan belenézhetnél a szemébe. Csak a felnőtteknek nem szabad belenézni. Lol, az milyen aranyos lenne már, baby enderman. Ebben most gondoltam vele. Jaj, viszont mi kraftolunk még egy sütit. Nem akar... tudunk doppert csinálni. Hú, tele van inventorim, viszont nem tudom felszívni. Megsütöm ezt a busit. Így. Mindenféle limlommal tele van a... Így, és akkor végre letehet... Vat. Hol van a poti csinálunk? Azt betettem a... Mi van? Ja, ott van a inventorim. Annyira beleolvadt a eszközök közé, hogy nem vettem észre. Ide szépen a virág mellé, ide letettük. Ebből a 5 gyémántból viszont kraftolok egy... csákjányt. Amit még elteszünk. A sütővel kisütöm a aranyat. Mondjuk... felhasználom ezt a 2 sima fát, mert a szenet nem hoztam magammal. Ezt berakom. Így. Azt hittem, hogy jön valami. Ez kisült, ezt is berakom. Ez a chest nekünk nem kell, legfeljebb kraftolunk, ha kell. Oké? A crafting table-t azt viszont hozom magammal mindig. Ki tudja, mikor kell kraftolnunk. Ja. Szóval szerintem el is köszönök tőletek. De ha már itt vagyunk, akkor gyémántal a kézbe. És a következő részben meg... Na. Ez így jól néz ki, így. Na, szóval én ISA 16 voltam. Ez egy ilyen gyémánt találós rész volt. És találkozunk a következő részben. Sziasztok! És abban a részben már más skinnel leszek. Ennyi.